Kulcsár. Felnéz Kulcsár, visszateszi, remekül, még mindig ott a helyzet, és vezet a Debrecen, mert hogy nem volt les. Vezet a Debrecen egy egészen elképesztő gól ismét, mert hogy a visszatett labdát, Szakály visszatett labdáját, ami talán Morozovot találta meg, de majd láthatjuk, azt a debreceni kapura akarta rúgni, de lecsúszott a lábáról, és így alakult ki Zitzer a hazai kapu előtt. Fordíta Loki. Hihetetlen meccs. Nem a tudatosság miatt hihetetlen, de hihetetlen. Igen, Morozov lő, lecsúszik, nincs les. És Máté a gólszerző. Hát ha ez egy tudatos passz lett volna, akkor ez a világ legzseniálisabb passza. De ez nem tudatos passz volt, hanem egy elrontott lövés Morozovtól, ami után a labda viszont megtalálta Mátét. 2-1 a Lokinak. Milyen gólok?